Egy fontos ügyben szeretnénk megszólalni. A Fidesz-KDNP felszólítja a brüsszeli bizottságot, hogy minél hamarabb adja meg az előzetes jóváhagyást a babaváró támogatásra. Ez az előfeltétele annak, hogy a július 1-én induló családvédelmi akcióterv keretein belül a babaváró támogatás is elinduljon, elérhetővé váljon. Brüsszelben kettős beszéd folyik, a bizottság tagadja a program megtámadását, miközben pont a brüsszeli bürokrácia gáncsolja azt. Ezt jegyzőkönyvek is bizonyítják, amelyeket a kormány a tegnapi nap folyamán a nyilvánosság elé tárt és elérhetővé tett. Mi azt kérjük, hogy Brüsszel fejezze be a kettős beszédet. A brüsszeli bizottság tegye világossá, hogy jóvá hagyja-e a magyar családokat támogató babaváró támogatást, vagy csak úgy, mint eddig is, a jövőben is inkább a migránsok támogatását tartja fontosabbnak. A Fidesz-KDNP frakciószövetség és a kormány kiáll a magyar családok mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy életbe lépjen július 1-én a magyar parlament által megszavazott babaváró támogatás, és minden lehetséges eszközzel meg is fogjuk védeni a támogatást. Várjuk a bizottság válaszát.